Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. Főbb híreink. Az orvosok jelentős része kiáll a kamara és a kamarai tagság mellett. A parlament küldöttsége a hét közepén tájékozódik a NATO bővítéséről. Az új cseh elnök változtatna a visegrádi négyek együttműködésén. Berlinben ismét összeáll a nagy koalíció kereszténydemokrata vezetéssel. És most a részletek. Egy jól működő egészségügy érdekében szükség van orvosi kamarára, mondta a kamara titkára a héten elfogadott törvénymódosítás kapcsán. Miután a parlament kormánypárti többsége eltörölte az orvosok kötelező kamarai tagságát, már több ezer orvos jelezte, hogy meg akarja őrizni tagságát. Svéd Tamás ezt úgy értékelte, hogy a méltatlan támadás alatt álló orvostársadalom összezárni látszik. A belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára azzal indokolta a törvény átalakítását, hogy az utóbbi időszakban a kamara nem köztestületként, hanem politikai szereplőként kezdett tevékenykedni. Takács Péter szerint a kamara nyomás alá helyezte a házi orvosokat, ezzel pedig veszélyeztette a betegellátást. Az országgyűlés sürgősséggel tűzte napirendre a törvénymódosítást, amelyet azonnal meg is szavazott, az államfő pedig rögtön aláírta. A parlamentben a jövő héten folytatódik az idei költségvetés vitája. A büdzsét a múlt év végén a kormány már rendeletben módosította, de aztán elküldte az országgyűlésnek jóváhagyásra. A pénzügyminiszter azzal indokolta a gyors változtatás kényszerét, hogy az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság gyökeresen megváltoztatta a gazdasági körülményeket. Varga Mihály megerősítette, hogy változatlanul cél a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek és a gazdaság védelme, valamint Magyarország biztonságának garantálása. Az ellenzéki képviselők viszont az decemberi rendelet visszavonását szorgalmazták. Úgy vélték, a rendeleti kormányzással kiüresítik az országgyűlés jogkörét, így a legfontosabbat a büdzsé megalkotásának jogát is. A tervek szerint kedden tárgyal a parlament tényfeltáró küldöttsége Svédországban, rögtön utána pedig elmegy Finnországba is. A kormánypárti képviselők ugyanis szükségesnek tartották, hogy tájékozódjanak a helyzetről, mielőtt jóvá hagyják a két ország NATO csatlakozásáról beterjesztett dokumentumot. A delegációt Irén Hende Csabával, a törvényalkotásért felelős parlamenti alelnökkel és Németh Zsolttal, a külügyi bizottság elnökével mindkét országban fogadja a parlament elnöke. Stockholmban és Helsinkiben is jelezték azonban, hogy tárgyalnak ugyan a magyar képviselőkkel, de ez csak baráti beszélgetésnek számít. Szakértők emlékeztettek rá, hogy a delegáció útja nem jelenthet érdemi hozzájárulást ahhoz, hogy az országgyűlés ratifikálja a NATO bővítését. Közben az is kiderült, hogy tovább késik a két északi ország csatlakozásának budapesti jóváhagyása. A parlament ugyanis az eredeti tervektől eltérően nem a jövő héten, hanem csak két héttel később tűzi napirendre a szavazást. Svédország és Finnország csatlakozási jegyzőkönyvét már tavaly nyáron elfogadták Brüsszelben. Azóta a 30 NATO tagállam parlamentjei közül csak a török és a magyar nem ültette még át saját jogrendjébe a bővítést. Orbán Viktor miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy miután Magyarországot is felvették a szövetségbe, ezért erkölcsi kötelessége, hogy ne akadályozza a további bővítést. A héten kezdett parlamenti vitában a kormánypártok hivatalosan azt jelezték, hogy támogatják a két ország csatlakozását. A NATO főtitkára szerint Magyarországnak és Törökországnak most már meg kellene szavaznia a szövetség bővítését. Jens Stoltenberg a finn fővárosban úgy fogalmazott, eljött az idő, hogy a két hiányzó állam is ratifikálja a svédek és a finnek csatlakozását. Elmondta, sem ő, sem Sanna Marin finn miniszterelnök nem kapott magyarázatot arra, miért húzza tovább a magyar kormány a szavazást. Hozzátette, a Törökországgal folytatott egyeztetéseken már sikerült haladást elérni.
A jövő héten Brüsszelben tárgyalnak majd a török, a svéd és a finn kormány képviselői. A katolikus egyházfő április végére tervezett budapesti látogatása lelki ösztönzést és új indítást adhat az egész magyar népnek. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek, amikor ismertette a részletes programot. A legnagyobb eseménynek az április 30-ai Szentmise ígérkezik, amit Ferenc pápa a Kossuth téren celebrál. Erdő Péter szerint erre több százezer embert várnak. Az egyházfő külön találkozik majd a magyar katolikus közösség vezetőivel, valamint fiatalokkal, és felkeresi az állami vezetőket is. Michael Wallace Banach, apostoli nuncius kiemelte, Magyarország az első, ahová Ferenc pápa kétszer is ellátogat. Mint mondta, a útja nem csak tovább erősíti a Szentszék és Magyarország kapcsolatát, hanem arról is tanúskodik, hogy a kereszténységet tovább lehet adni a következő nemzedékeknek. Csehország leköszönő és megválasztott elnökével is találkozott Prágában a magyar államfő. Novák Katalin búcsú látogatást tett Miloš Zemannál, aki a jövő héten adja át hivatalát utódának. Felkereste a megválasztott államfőt, aki korábban a cseh fegyveres erők vezérkari főnöke, valamint a NATO katonai bizottságának elnöke is volt. Petr Pavel éppen a találkozó előtt fejtette ki egy interjúban, hogy szerinte válságban van a négy visegrádi ország szövetsége. Úgy fogalmazott, hogy a csehek, a lengyelek, a magyarok és a szlovákok napjainkban már nem beszélnek közös hangon. Kitért arra, hogy az orosz-ukrán háborúban Magyarország egy alapvetően más utat követ. Közölte, hogy a nyáron párbeszédet kezdeményez arról, van-e még értelme a további együttműködésnek, és ha igen, milyen formában. Több mint egy év után új Delhiben tárgyalt újra egymással az amerikai és az orosz külügyminiszter. Antony Blinken és Szergej Lavrov a világ jelentős gazdaságait és az Európai Uniót tömörítő szervezet a G20 tanácskozásán vett részt az indiai fővárosban. Hivatalosan nem tárgyaltak, de megfigyelők szerint annak is van jelentősége, hogy egyáltalán szóba álltak egymással. Az ukrajnai háború kitörése óta ugyanis akadozik a kommunikáció a két ország között. A mostani találkozót Blinken kezdeményezte. Lavrov viszont úgy értékelte, hogy országát megtámadták az Ukrajna elleni agresszió miatt. A házigazda India miniszterelnöke Narendra Modi azt rogalmazta, hogy a G20-as államok inkább arra koncentráljanak, amiben meg tudnak egyezni, és ne a vitákat erősítsék. Berlinben ismét összeáll a nagy koalíció a februári tartományi választás nyomán. A voksolást ugyanis nagy fölénnyel a kereszténydemokraták nyerték, de ahhoz, hogy vezethessék a német fővárost, amely önálló tartománynak számít, koalíciós partnere van szükségük. A szövetségi kormányt vezető szociáldemokraták viszont úgy döntöttek, tudomásul veszik a választók akaratát, és nem próbálkoznak meg azzal, hogy továbbra is a zöldekkel és a szabad demokratákkal irányítsák a várost. Ehelyett belementek, hogy kereszténydemokrata polgármester legyen, ők pedig hajlandók vele együttműködni. A koalíciós tárgyalások a jövő héten kezdődnek, miután mindkét párt jóváhagyja az új elképzeléseket. Berlint több mint 20 évig vezették a szociáldemokraták. Franciaországban folytatódik a tömegmozgalom az állam és a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen. Az Állami Vasúttársaság összes szakszervezete jövő 2-től gördülő sztrájkot hirdetett és csatlakozásra kérték tagjaikat is. Hasonló felhívást tette közzé a párizsi tömegközlekedési vállalat szakszervezetei, a fuvarozók, a szemétszállítók, az olajfinomítók dolgozói és a tanárok is. Az érdekképviseletek már a februári tömegtüntetések idején jelezték, hogy az egész országot megbénító, határozatlan idejű sztrájkot hirdetnek, ha a kormány nem változtat terveit. Ezek lényege, hogy a nyugdíjkorhatárt a jelenlegi 62 évről 64 évre emelnék. A nyugdíjreformot előírő törvénytervezet vitája két hete szavazás nélkül ért véget a nemzetgyűlésben, ezután pedig a szenátus elé került.
A reformot Emmanuel Macron államfő már régóta tervezte, de az ellenállás miatt népszerűsége nagyot csökkent. Magyarország Jeruzsálembe költözteti Izrael nagykövetségét. Ebben állapodott meg a két miniszterelnök. Orbán Viktor és Benjamin Netanyahu a napokban egyeztetett az ügyről. Magyarország az első uniós ország, amelynek nagykövetsége Jeruzsálemben lesz. Eközben a héten tartott nagyszabású Tel Avivi tüntetéseken olyan jelszavak is elhangzottak, hogy Izrael nem diktatúra, Izrael nem Magyarország. A résztvevők ezzel arra utaltak, hogy Izrael ellentétben Magyarországgal nem engedheti a demokratikus intézményei, köztük az igazságszolgáltatás aláásását. A tiltakozások a kormány vitatott igazságügyi reformja miatt kezdődtek már hetekkel ezelőtt. Résztvevői attól tartanak, hogy az átfogó változtatások, amelyekről a jobboldali többségű parlament is szavaz, aláássák a bírói függetlenséget és veszélyezteti a demokráciát. Yitzhak Herzog államfő párbeszédet szorgalmazott a kormány és az ellenzék között, miközben arra is figyelmeztetett, hogy az ország az alkotmányos és a társadalmi összeomlás szélén áll. Görögországban vasútasztrájk és hatalmas tüntetések követték a hét közepén történt vasúti katasztrófát. 60-nál több ember vesztette életét, amikor az ország északi részén összeütközött két vonat, az Athénból Thesszaloniki betartó személyvonat és a vele szemben érkező tehervonat több kocsija kisiklott és legalább három lángba is borult. Kiriakos Mitsotakis kormányfő elismerte, hogy emberi hiba okozta a tragédiát. A hatóságok őrizetbe vették a Larisai állomás főnököt, aki ellen nem szándékos emberölés és testi sértés okozása miatt indult eljárás. A tüntetéseken és a sztrájkkal arra hívták fel a figyelmet, hogy lehetetlen állapotok uralkodnak a görög vasúti közlekedésben. A biztonsági rendszerek nem működnek rendesen, csak idő kérdése volt, hogy egy hasonló tragédia történjen. A mai nap pedig ismét inkább a beltéri programokra alkalmas. Egyelőre vége az utóbbi napok kora tavasz időjárásának. Felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb időre azonban bárhol kisüthet a nap. Elszórtan lehet viszont zápor, hózápor is. Megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 6 és 11 fok között alakul, estére viszont mínusz 2 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a brauerpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!